A magyarok több mint 70%-a tervez utazást az idén, háromból két ember pedig belföldön szeretne kikapcsolódni. Sosem látott népszerűségnek örvend a Balaton, és hatalmas lehetőséget kaphat Budapest. Ez derül ki a Tárki friss felméréséből. A Híradónk által megkérdezett szakemberek már nem ennyire optimisták. Szerintük az embereknek elegük van a bezártságból, és sokan külföldre vágynak. 2019-ben még alig lehetett megmozdulni a budapesti buli negyedben, most éppen csak lézengenek az emberek a Kazinci utcában. Most a Tárki az Everguest megbízásából készített egy felmérést, mely szerint a válaszadó magyarok 71,7%-a tervez utazni 2021-ben. Háromból ketten azonban belföldön tervezik ezt. Sosem látott népszerűségnek örvend a Balaton és Budapest is. A turisztikai tanácsadó cég számításai szerint akár 1 millió magyar is utazhat a fővárosba, ha több kulturális programmal és jó árértékarányjal várják őket. A belföldi turizmus előtte szerint kiváló lehetőség áll. Monos János turisztikai szakértő szerint azonban a belföldi turizmusból származó költekezés a megszokottakhoz képest elenyésző lesz. Budapesten sem a hajósok, sem a vendéglátósok, sem a szállodások, senki nem fog tudni talpra állni. Föl kéne fognunk azt, és a magyar turizmus vezetésének is, hogy nem Japánról van szó, ahol egy japán Japánban sokkal többet költ, mint Japánban egy külföldi. Hát nálunk sajnos ez nem igaz. Magyarországon 1-2%-nyi elenyésző olyan arány van, aki gyakorlatilag a budapesti vagy a mindenkori európai szintű árakat képes megfizetni. A turisztikai szektor saját érdekképviseletének egyik alapítója nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy a gyakorlatban be fog igazolódni a közvéleménykutatás eredménye. Én saját magam is az utazási irodában is látom, ugye nekem egy utazási irodám van, illetve buszos cégünk, hogy még mindig a külföldi desztinációkat keresik az emberek, és ez jó részt az miatt, mert nyilván elegük van a bezártságból, itthon elmennek egyet túrázni, illetve az árak miatt. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, mert valaki hiába szeretné kifizetni 4 csillagos hotelt, ha nincs rá kerete, főleg ilyen válsághelyzet alatt, akkor nem fogja tudni. Szalai Edit szerint a belföldi turizmus a pandémia ellenére egészen addig nem fogja tudni felvenni a versenyt a külföldivel, amíg egy egyhetes tengerparti nyaralás olcsóbb lesz, mint egy néhány napos hazai pihenés. Az érdekképviseleti szervezet ezért megkereste Orbán Viktor miniszterelnököt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget is, többek között azzal kapcsolatban, hogy csökkentsék a jelenlegi 27%-os áfát a szektorban 5%-ra.